Sziasztok, kedves Blik nézők, ez itt a Star Chat, és hát egészen biztos vagyok benne, hogy túl sok kérdés ma nem kell föltennem. Igazából szinte csöndben is maradhatok, mert megérkezett hozzánk a nyerőpáros második, illetve harmadik helyezett csoda párjai. Szevasztok, szeretettel köszöntök mindenkit. Hova nézzek először? Várjál, azon gondolkozom, hogy először a második helyezett pár, Domján Evelin és Vastag Csaba. Sziasztok! Szép napot mindenkinek! A jobbomon pedig Boráros Gábor és csodálatos Mónikája. Szevasztok! Sziasztok! Jó reggelt, jó napot mindenkinek! Már jó nap, Mónikám! Mielőtt elkezdünk beszélgetni, kérlek, kérdezzetek tőlünk akár a Facebookon, akár a YouTube-on, mind a két helyen élőben vagyunk, hogyha most 3-4-11 van, akkor vagyunk élőben, és mi a nap van? Ma hétfő. Úgyhogy kérdezzetek. Nagyon jó hétfő. Na, hát pénteken túl estünk a döntőn, ahogy itt mögöttem is látható a falon volt, egy nagyon-nagyon kemény játék, amikor is szíveket kellett tartani, és hát Móni, a 99. percben te voltál az, aki sajnos kiesett, az a bizonyos szív. Azt hogy élted meg, amikor akár ott, akár amikor most visszanéztétek? Őszintén megvalva, a 10. percnél gondolkodtam azon, hogy eldobom, mert annyira fájt a kezem már, és aztán jön egy ilyen holdpont, szerintem ilyen fél óra után, amikor úgy elengeded ezt a fájdalmat, és akkor próbálsz koncentrálni arra, hogy győzz. Otthon már nem így gondoltam, otthon nem látszott egyébként annyira az arcomon az a fájdalom, és még bírhattam volna. Te ne szólj, vagyis... De szólalj meg! Te ne szólalj meg! Te ne szólalj meg! Megfelelő, de... tarthattad volna még. Még egy 10 percig. Még egy laza másik 90 percig még. Jó, oké, de szerintem egész jól nyomtad, Gábor, mert általában a játék korábbi szakaszában te nagyon kiakadtál, hogyha valami ilyesmi történt, most meg egész jól tűrtöztetted magad. Hát igen, azt több alkalommal is ugye elmondtuk, még a Balázs is egyik az ágy összeszerelős játéknál is rákérdezett, hogy Gábor is elég sokat fejlődött a türelmed. De ott azt válaszoltam neki, hogy dehogy fejlődött, hanem már egyszerűen nincsen. De viszont amúgy igen, úgyhogy széleg fejlődtem abban a szempontból, hogy volt egy igen komoly összeveszés. Nem egy. A haj témát illetően. Akkor még egyáltalán nem voltam türelmes. Azt egy a játék során egy picit azért sikerült ebből lefogni. Most is műhajad van? Igen. Tehát akkor a haj témát illetően, meg a boleró. A bolerót azt meg megadjuk. De figyelj, tudod, hogy szokott engem megdicsérni a Gábor? Jaj, olyan szép vagy. És a hajamat is simogatja, a hajamat is dicsérjek, akkor most következtesd le, hogy a hajamat utálja. Hát de mit vártál? Nem mondhatom, hogy nem szeretem a hajat, hogyha szeretem a hajat, hogy imádjuk. A kedvenc hajam. Ez ilyen kecses hazugság. A kedvenc hazugság. Hajam, de úristen, de durva. És Csabi, nálatok, amikor kiderült, hogy akkor döntőbe fogtok kerülni, mármint hogy a legjobb kettő párba, akkor az milyen érzés volt? Azért itt is volt minden, Katica meséléstől, illatozásig, minden. Fú, nagyon örültünk neki, tényleg. Bárki, aki ki akarja ezt próbálni otthon, az nyugodtan fogja meg egy flakon vizet és tartsa ki. Szerintem egy 20 perc után nem fogod dobni, mert bennünk csak azt tudta tartani a lelket szerintem, hogy itt most volt miért, és egymásért dolgoztunk, egymásért tettük ezt meg. A saját magája az ember nem fog kilósúlyokat tartani 99 percig. Szóval nem tudom, hogy honnan szedtük az erőt hozzá. Én néztem mindig a Gabit, láttam, hogy ő is ott fog állni, csak hát, úgy, mint... Én de hegesztést tartottam, de oda voltam akkor egy... rendesen. Én úgy voltam vele, hogy szerintem mi ketten ott fogunk áldigálni 2070-ig nagyjából, és azon gondolkodtam, hogy melyik lány fogja majd egyszer csak így megunni nagyjából, de amúgy nekünk ez egy jó kis játék volt. Hát amikor megunni, a harmadik percben meguntuk, picit ezen is múlték, mint a megunáson is amúgy szerintem, mert ez egy ilyen pszichikai dolog is, tehát pszichikai hadviselés is történik közben. Tehát azért egy helyben állni szerintem még egy buszon is nehéz, hogyha kigondol ezt a 90 nem tudom hány perc, ez olyan, mint mondjuk egy Nyíregyháza Budapest távolságot végigmenni, ami még kocsival is unalmas, ugye, nemhogy egy helyben állni. Szóval durva volt. Jó, de mi a Katicás sztori vége? Mert csak elkezdted, egyszer volt, hol nem volt, hogy mi a vége? Én csak az elejét hallottam. Nem tudhatják meg a kedves nézők, hogy mi a vége, mert ezt csak én tudom. Igen, ez állandóan íródik egyébként, egy dinamikus mese, mindig más a vége, de hogy általában jó a vége azért. És akkor ugye ugorjunk arra bizonyos szavazásra, ahol ugye körtiszékkel ültetek négyesben. És akkor ugye a már kiesett párok egymás után jöttek és szavaztak, és
ha én vagyok a helyetekben, nekem biztos, hogy nagyon-nagyon rosszul esett volna az, hogy 6-0 lett a vége, ja, Curtis Cech javára. Én is sírtam, még egy 20 perc ezelőtt is, amikor bejöttünk volna. Nagyon nehéz pillanataim voltak, de még jó, hogy nem vagy a helyemben, mert nekem viszont nem esett olyan nehezen, mint neked esett volna. Tényleg? Aha, én teljesen tuti biztosra vettem azt, hogy ez lesz a szavazás végeredménye. Volt, akikkel meg is beszéltük, hogy kire fogunk majd szavazni, tehát a Gabi Capriot pont. Mi tudtuk azt, hogy ki kire szavaz majd, ez közben is a játék közben volt egy ilyen megbeszélés, vagy egy ilyen megbeszélt egyeztetés közben. Meg a többieknél is nagyjából tudtam, hogy ez lesz a vége, úgyhogy hát meglepetés egy picit sem ért. És Evelyn, téged? Hát megmondom őszintén, én nem tudom, kicsit amúgy csalódott voltam, tehát ez azért látszott is az arcomon. Nem könnyű abban a helyzetben ott állni, és tényleg ott ezt végigcsinálni, viszont ami nagyon érdekes volt nekem, azok az indoklások. Az, hogy valaki abban kapaszkodott, hogy mondjuk valakinek a sport teljesítményére asszociált, vagy azért szavazok rá, mert ő a Curtis, meg azért szavazok rá, mert esetlegesen velem volt bármilyen konfliktus. Igazából nekem ez nem volt csalódás amúgy. Nem, az indoklás az fontosabb szerintem is amúgy. Tehát, hogy nem mindegy, hogy ki mondja, mit mond és miért mond. Tehát az indoklásra szerintem többet jelent, mint akár egy igen vagy egy nem. A szavazásnál valaki mindenképpen szavazni kell. Ezt megértük többször is a műsorban, ugye, hogy mindig szimpátia szavazásnál valamit csinálni kell. Tehát nem mondhatod azt, hogy tartózkodom, vagy hogy én nem akarok ilyet, vagy ilyesmit. Tehát muszáj választani, és valamilyen indokrendszer szerint muszáj magadnak megmagyarázni, hogy miért erre teszel. Na most, mivel mi általában azért a csávók, hogy jó el voltunk egymásra, meg elhülyeskedtünk. Hát főleg már az utolsó hármas. Ez nem volt, igen, itt azért nem volt olyan nagy különbség, de azt láttuk, hogy a lányok között azért volt meglehetős parázs vita, már ugye a játék fejétől kezdve, ezért nem volt olyan nehéz kitalálni. Hogyha kicsit egy picit talán máshogy csinálnánk valamit, amúgy ezt most akartad szerintem megkérdezni. Igen. Mit csináltatok volna másképp? Akkor, igen, ezt keresem. Amit másképp csináltunk volna. Igen, itt van, fölírtam. Amit másképp csináltunk volna, azt hiszem az, hogy egy ilyen szituáció, vagy egy ilyen közegben nem érdemes túlságosan nagyon valamilyennek lenni. Tehát lehet, hogy... Dehogy nem, hát azért műsor. Igen, neked jó, mert te nézted, meg a nézőknek is jó az, hogyha valaki nagyon valamilyen, de a társas együttélésnek a szabályai szerint lehet, hogy egyébként jobb, hogyha az ember csak áll a kávéjára, a konyhába, és mondja, hogy igen, persze. Igen. Most ezzel Lacira utalsz? Nem, én senki sem utalok, csak mondom a logikát a dolognak, hogyha nem keveredsz semmiféle összetűzésbe, akkor utána nem fogják tudni átmondani azt, hogy te ilyen meg olyan vagy. Igen, ugye arról mindenképpen kell egy kicsit beszélnünk, hogy ami engem illet, szerintem tévénézőként tök jó volt nézni Virágék csapatát is, tehát ők is tök szimpatikusak voltak így a tévében visszanézve, és ti is tök szimpatikusak voltatok, de belülről megélve ezt az egész konfliktust, amikor Virágék végül kiestek a játékból, az nektek nagy megkönnyebbülés volt? Tehát tartottatok tőlük valamilyen szinten? Hú, ez, bocsánat. Én alig vártam, hogy kiessen. Kire váltam? Na, olyan, nem tudom. És főleg most, hogy vannak olyan részek, amúgy a tévében visszamesélni a műsort visszanézve, hogy derültek fények olyan dolgokra, amiket ugye vagy nem mondott, vagy nem úgy mondott, mint amikor csak a kamerába beszéltek, mint amikor interjúztatták őket, vagy őt, és akkor meg tiszta mást mondott, és ilyen most derültek fény olyan dolgokra, hogy ő, hát, még jobban megharagudtam te. Fú. Én annyit fűznék ehhez hozzá, hogy ugye már sokszor... Idegből leittam magad, Robi. Ne, hogy kivágjuk. Hallod? Nem lehet csendben. Olyan idegesen akartam vinni, hogy kitagod, de... Megetted a poharat. Bocsi! Szóval nekem egyébként konkrétan az elejétől fogva nekem senkivel nem volt problémám. Én ugye nem ismertem őket sem, a Virágékat sem, senkit nem ismertem. És nagyon sokszor ezt már hangoztattam, és most is el fogom mondani, hogy a való életben is az úgy van, hogy valakivel előbb kezdesz el beszélni, nem azért, mert te másikat utálod, vagy te most ezt ki akarod közösíteni, csak mert így alakul a szimpátia, hogy van 4-5 ember, akivel előbb kezdesz beszélni, előbb kezdesz pont rátok mutatott. Igen. De egyébként ez így van, és az, mert hogy én például a Virággal is annyit beszéltem, mint az Evelynnel, és én a Virág szájából hallottam azt először, hogy mi szövetkezünk. Ez a mi szánkból nem hangzott el. Tehát mi részünkről a játék utolsó hetéig nem volt szövetség, ugyanis mi ezt nem beszéltük, és nem mondtuk ki ezt soha.
Azért, hogy valakivel többet beszélünk, és a másikokkal pedig kevesebbet, az még nem azt jelenti, hogy mi most szövetkezünk ellenük, csak lehet, hogy jobban megtaláltuk a hangot. De részünkről szerintem sehol nem volt utálat és gyűlölködés az elején, és szerintem ezt mindannyiunk nevében. Meg egy nagyon jót mondtál, hogy szövetkezünk ellenük. Tehát, bocsás, még jelentkezted? Igen, tehát, hogy mi soha nem... Nagyon, ezt tehát, tetszik ez a... Szövetkezni ellenük, tehát, hogy ez tök jót mondtál, mert sose szövetkezik szerintem senki ellen, maximum akivel barátságban, azzal összetart. De mi egyébként, hogyha megnézel, akkor mindannyian így a játék elejétől kezdve ugyanazokkal voltunk jóban, soha nem ugráltunk ki be szövetségekből, mert nem mentünk el stratégiai megállapodásokat kötni ezzel, meg azzal, meg amazzal, amit egyszerűen szerettük egymást így ennyien, amilyen voltunk, és ezt végigvittük. Ez tiszta vicces volt amúgy, pontosan ez, amit mondanak, ezzel én csak egyetérteni tudok, mert senki nem beszélt itt olyanról, meg senki nem tervezgetett ilyet, hogy akkor most ezzel, meg azzal szövetkezni fogunk. Ez úgy ránk lett aggatva, ja. A hölgy szájából hangozottak el ezek a szavak, hogy a másik szövetség, meg a ilyen szövetség, érdekel a szövetségek, ilyen hülyeségekkel, ki akar foglalkozni, mi csak el voltunk, és jól éreztük magunkat azokkal, akikkel jól éreztük magunkat, és így volt jól nekünk játszani. Azért a reggeli dinó támadásot felé. Persze, de a dinó be van oltva, az nem veszett. Az hogy, miért, és gyakran szoktál letámadni idegen férfiakat kora reggel? Nem. Csak a dinók szoktak letámadni valakiket. De mivel, hogy én nekem van, vagy volt a gyerekkoromban, vagy mondjuk gyerek, valamilyen szinten úgyis gyerek vagyok, de nekem mindig is voltak ilyen dino mániám, hogy a dinók voltak a kedvenceim, mindig dinókat rajzolgattam, gyűjtöttem a dinókat, mindig a dinókkal játszottam, meg hasonlók. Kedvenc filmem a Terminátor. Nem, a Jurassic Park. Na de, igen, akkor nekem onnan megmaradt ez a dinós őrület mániám. És akkor még akkoriban ez a dino támadás ez rendszeres volt, csak akkor a családtagok ellen, meg a iskolatársak, esetleg óvodástársak, vagy valakik ellen. Most meg a villatársak ellen intéztünk dino támadást. Bocsánat, van egy dinoláb papucsa? Van egy olyan papucsom, ami dinoláb, tudod, három nagy karmol. Azzal jön, tudod, úgy, ahogy szokott, itt. Olyan videót csinálok belőle te, hogyha hazajutok. Hazajutok. Bocsánat, a Zorának is már mutogatja és mondogatja a dinókat, és mennyire érdekli, ugye? Persze, hogy muszáj tudni a dinót. Dehogy, azt se tudja, miről beszél. Jó, gondoltatok volna, hogy ilyen lesz a nászutatok? Mert azért ez is egy tök viccesen kijövő helyzet volt, hogy ez lett a nászutatok, de hogy akkor nem tudom, állapotosan vagy Survivor, vagy Evelyn, mi a következő lépés egy ilyen helyzetben? Hát igazából mi abszolút örültünk ennek, hogy a nyerőpáros volt a nászutunk. Egész pontosan 6 nappal az esküvő után költöztünk be a villába, és igazából ez egy ilyen tök jó kaland volt, mert bizonyosságot nyertünk arra, hogyha bármi történjen, igazából számíthatunk egymásra, és tényleg ott vagyunk egymásnak, bármilyen helyzet adódjon az életbe, és most ez lehet klisé, meg lehet ezek nagy szavak, meg minden, de azért az esküvő után szerintem azért tök jó dolog, hogy valaki el tud menni egy ilyen szituációba, és akár a játékokon, akár a villabeli életben meg tudja mutatni, hogy is teljesít. Azért ez is nagyon egy ilyen érdekes helyzet volt, az az este, amikor csajbuli volt, és te megmutattad ugye az esküvőtökről készült filmet, az ott szintén ott is, nem akarom Virágot nagyon kipécézni, de azért ugye Virág utólag azt mondta, hogy fú, ez nem tetszett neki, hogy miért rólad szólt ez az este. Igazából az a kis szösszenet, ami a videóról szólt, az kb. 5 perc volt, amit levetítettem a csajoknak, és szerintem, javíts ki, ha tévedek, de szerintem tökre örült neki mindenki. Az egész meg volt, vagy másfél az egész, óra? Az egész este meg volt, vagy másfél óra. Nyilván ez ment le a tévébe, és erre volt egy reakció, de hát ezzel nem tudok mit csinálni. Én tényleg én örültem, hogy megmutathattam a többieknek, és nézzék meg minél többen, tényleg, mert csodálatos én volt. Én ehhez hozzászólok. Én akkor is, amikor ez volt a tévében, és ugye elhangzott pár olyan mondat, amivel én sem szimpatizáltam, azonnal én megvédtem az Evelynt, hogy javítsanak ki a nők, hogyha én tévedek, de ha nekem egyszer lesz esküvöm, és nagyon friss lesz, és friss, boldog élményekben lesz részem. Milyen csődben maradt a Gábor, nekem is lesz egy esküvöm résznél. Az biztos, és garantálom mindenkinek azt, hogy barátnő, ismerős, anyukák, vagy bárki, akivel én találkozom, az biztos, hogy az esküvői videómat fogja nézni, mert büszke vagyok rá, és szeretném megosztani az örömömet másokkal. És az, hogyha valakinek nem tetszik az, hogy most én örülök, és úristen, most 5
5 percet elveszek az életéből, bocsánat, de akkor nem kell rossz szavakkal illetni a másikat, mert tényleg neki ez az öröme volt, boldogsága volt, és én sírtam, és örültem, hogy ezt mi láthatjuk, és ezt velünk megoszthatta. De hogyha Virág csinálja például, ugyanezt lehet, hogy ott is meghatódom, és azt is megköszönöm neki, hogy megosztja velünk a boldogságát. Igen, igen. És akkor mikor lesz ez a bizonyos esküvői videó? Ha már így finoman fölvezettük a témát. Azt mondja, hogy jövőre. Igen, tehát 2020. Na mondjunk egy konkrétumot, Gábor, mikor állják a csetben? Most itt premier, megszabjuk a dátumát. 2025 tavasz vége. Na, tessék. Tetszik? Nem. Oké, okay, nem? Megveszünk. Tavasz először... vége? Hát mit akarsz? Nyáron nem, meleg van. Télen nem, hideg van. Tavasszal pont jó. Tavaszhoz. Május 31. Nézzük meg, hogy a szombatra esik-e. Mindjárt a kollégák megnézik, jó? Ugye elsőleges, ezt a dátumot tudom. Szóval belőle, akkor legyen így, hogy május utolsó hétvégén, de jó? Nagyon várod egyébként ezt a napot? Csak a videó lesz. Ja, csak videó lesz, értem. Dehogy is, mindenki. Biztos lesz. Én egyszer szeretnék amúgy csak férhez menni. Szombat, most már a kollégák megmondolják. Szombat. De nem, hát van, aki elválnak, tudod, aztán újra összeházasodnak. Hát akkor elválunk, újra összeházasodom, úgy sem két lagzit. Mindegy. Egyik nem jó, második jó. Én nagyon nagy lagzit szeretnék amúgy, nagyon nagy ilyen sok extra dologgal, és hát igen. Azt szeretném, hogy legyen lagzik. Jó, hát szerintem azért ez így fog történni. Viszont ugye hát volt, hogy terhességi tesztet csináltál az utolsó napokban. Megúsztad. Igen. Várjál csak. Igen, és ezzel kapcsolatban mit szeretnél, hogy mondjad? Örültél volna, hogyha két csík jelenik meg? Jövőre. Jövőre? Jövőre, igen. Most még... Két fiú. Dehogy. Két fiú, Gábor és Áron. És mi van az egyik lány? Akkor Áron. Tuti, hogy három lányunk lesz, mert annyira rá van így rögződve a fiúkra, ugyanígy volt a de lányunk már van lányunk. De hát azt mondd a petefészkemnek, vagy én nem tudom, hogy kicsi Zora, úgyhogy a Zora fog vigyázni majd az öccseire. Ő lesz a rangidős. Jó. Meg rád. Ja. Jó, örülök, hogy ezt így megtervezted, és most már az esküvő dátumát is tudjuk. Na, azért ez igen. Egy igazán nagy könnyedség. No, de ki fog énekelni az esküvőn? Hát... Csaba és Evelyn duó. Igen, tehát most, akkor most megígérem, hogy különleges akción keretein belül fél áron. Én nagyon jó műfél vagyok. Nem, nagyon szívesen. Glamour nap, kupon. Mi is nagyon várjuk az esküvőket egyébként, tehát hogy abban az egész hónapban csak náluk fogunk lakni szerintem, és minden nap nagy koncert adunk nekik. De te nem mehetsz a legénykulcsúra, azt tudod? Akkor nincs lagzi, akkor vissza minden. Jó, oké, egy nagyon fontos idevágó kérdésem van. Kovászos uborka vagy csilisbaba kapcsolatotok? Mert ugye volt egy ilyen kérdés, és nem sikerült ugyanazt válaszolni. Mindenképpen kovászos uborka, mert ugye ha azt elrakod, nagyon sokáig... Savanyodik. Megrohad szerintem. Én azért mondtam, hogy csilisbaba az csíp, és ő azért, amennyire látod a játékokban is, az egy kicsit afrikásabb típusú, de hogy amúgy lehet egy csilis kovászos uborka, az nem rossz. Jó. Oké, hát láttam a játékban, nem is az, hogy láttam, inkább hallottam. És azért azt ki kell, hogy mondjuk, hogy a kommentelők szerint is, szerintem is, meg szerintem mindenki szerint az egyik színfoltja voltál a játéknak, amplitúdóban biztosan, hogy azért ezt visszanézni, hogy ennyire kihoztad magadból a vadállatot, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam. Hát igen. Kiabálj nekik. Ne, nincs plusz hangmérnökünk, kérlek ne. Visszanézni az adatot, egyébként tök jó volt, mert én tényleg eszméletlen sokat nevettem, és nagyon élveztem a játékokat. Igazából én ezt inkább viccesnek fogtam fel, mint sem, hogy idegesítőnek. Nem tudom, én ilyen tök gyermeki lelkesedéssel vágtam bele ebbe az egészbe, és tényleg engem nem érdekelt, hogy kamerák vesznek, meg hogy nem érdekelt, hogy mások mit fognak majd mondani, hogy úristen, hogy játszottam, vagy bármi. Én ilyen vagyok, és ezt vállalom. Hát meg ő sportoló volt régen, és ugye ráadásul focizott, ahol azért én láttam egy pár focimeset, jó magam meg kézzelabdáztam, én nagyon kevés meccsen voltam csöndben. Tehát általában ezek elég hangos események, és ő tényleg nem érdekelt, hogy veszi a kamera, vagy hogy most éppen világít a piros pötty. Tehát, hogy ő olyan volt, amilyen abban a másodpercben, ami a tőle tehető legjobb volt. Bocsáss meg Csaba, csak egy picit, ne haragudj. Annyit szeretnék, közben meg is szagollak, mert hogy azt mondják, hogy nyugtató a szagod. Igen, egészen nyugtató. Jó, mi? A szagia csak jó. Nekem jár, neked nem jár. Ja, bocsánat, jár. Elnézést kérek. Igazából nagyon... A tavi szagia? Igen. Tisztázott, jó.
Szóval érted, ez egy ilyen dolog, hogy ha valaki bele teszi magát százszerzékosan valamiben, akkor nem, ő nem foglalkozott azzal, hogy ezt most kinézi, vagy kiveszi föl, vagy mit tudom. Jó, de ezért néha te is, amikor visszanézted, azt mondtad, hogy jaj, egy kicsit sok volt, vagy nem volt benned ez az érzés? Nem. De röhögtetek, vagy? Mi tényleg végig nevettük az egészet. Nagyon vicces volt. Én nem éreztem azt, hogy ez sok volt. Igazából, hogyha bárki ezt érzi, akkor én azt javaslom nekik, hogy inkább viccesen fogják fel, és akkor már is nem sok. Hozzátenném még például, hogy a sajtónak kifejezetten nagy felelőssége van ebben. Tehát, hogyha belegondolsz az elején, amikor az ember nem tudja eldönteni, hogy ez most neki milyen érzés, akkor csak úgy néz, hogy hát érdekes, hogy valaki kiabál. Amint megjelenik az első 30 darab újságcikk arról, hogy ez milyen idegesítő, úgy fogsz leülni a tévét nézni, hogy amúgy igen, ez tényleg idegesítő, ez engem is idegesít, ez tényleg szar. Amúgy lehetne viccesen de, is felfogni. De amikor azok a cikkek jöttek, hogy már Sebestyén Balázs is kiakadt, és hogy mit tudom én, hát annyira akadt ki, hogy az volt a cikknek a lényege, nyilván értem a kattintásnak a lényegét, de hogy az volt a cikknek az értelme, hogy eljönne hozzánk egy karácsonyi vacsorára. Ennyire akadt ki. Szóval, hogy nagyon-nagyon sokat változott egyébként mind az írott, mind pedig az online sajtó az elmúlt 10 évben, és az, hogy most már minden szarnak egyébként olyan cikket kell, vagy olyan címet kell adni, hogy rákattintsa, és a végén kiderül, hogy semmi nincsen benne. Ez egyébként tényleg beivódik az emberek fejébe, és már úgy nézik a tévét, hogy na nézzük ezt az idegesítő lányt, hogy most ma milyen idegesítő lesz. Lehet, hogy magadtól ráthagyták volna, hogy eldöntsd magad, hogy hogyan érzed magad, akkor vagy röhögtél volna rajta, vagy tényleg utáltad volna egyébként, vagy éppen csak azt mondtad volna, hogy hát ő ilyen sportosan fog. Volt egy ilyen kattintás, csak hogy egy kicsit kibontsuk ezt, hogy megérkezett, régóta vártak rá, és nagyon megdöbbentő, és rákattintottál, és a Csabának a videóklipje volt benne. Hát azt tényleg megdöbbentő. Egyébként, ha engem kérdeztek, azt tényleg megdöbbentő. Talán azért annyit a Mundér becsülete érdekében hadd mondjunk, hogy azért legalábbis a Blikknél mi igyekszünk, hogy legyen alapja annak a címadásnak. Ez csak én mindenképpen el szerettem volna mondani. Csaba jobb lábbal lép mindig a színpadra, ezt megtudtuk. De Gábor, rólad is megtudtuk azt, hogy olyan 151 éjszakás kalandod volt. Na! Bocs! Magami! Gyerünk! Na, kommentet ki! És mi a kérdés? Hogy azóta hol tartunk? Már csak 100. Jó, tehát ez csökken az idővel. Mondom én, megkaptam a kérdést. Jó, ez nem egy pontos kérdezte szám. Kérdezte valaki? Ez csak ilyen hozzáállatosan, plusz-minusz nagyjából. Plusz vagy mínusz? Oké. Okay. Mondom, jó? Így felmutatott a csávó, csak úgy mondom, ha esetleg nem kaptuk volna a kamerainak. Mondom. Mit mondasz? Nem te vagy. De most én vagyok. Megkaptam a kérdést a játékba. Gondolkodok, mondom, nem akarom kellemetlen helyzetbe hozni, mondom. Ezt mondtam magamban, mondom, mondok egy 50-et, ne legyen neki ciki. Aztán, amikor oda került a sor, hogy kimondom a mondatomat, akkor mondom, jó van, akkor legyen 80, örüljön. És ott ki van feszítve, és ő büszkén mondja, hogy hát... Én nem mondtam semmit. De jó, akkor csak helyesen tudom. Én madárjesztőként keresztre feszítve. Hogy 150, és még ott köpködi ki a szájából nem láttam semmit, közben azt láttam, hogy egyszerűen jön felém a kalapáccsal, már üti a fejem, mondom, na jó. Nem baj, hagyjuk. Balázs még uszította rám, ott a kalapács kezedbe, mondom, na jó, és még aztán kapom. Hagyjuk őt, örüljön a 150. Nagyon szeretnék titeket a kommentelők, aranyosak vagytok, mindkét óvodás. Ne hadar Csaba, kéri Bernadett. Gratulálunk mindkét párosnak, Monika nagyon természetes, kedves, Gábor elég ideges természetű, de azért kedvelem őket. Nem tűnt föl ideges nem természetű, vagy nem, te ilyen robbanós vagy, nem? Aztán elég. Ja. Az ilyen hányi fogalmazva, de mondhatjuk így is. Javuló tendenciát mutat egyébként. Nagyon, mert összevesztünk a napokban egy szekrényen, hogy kinek ott legyenek a ruhái, és itt most én voltam az, aki nagyon összeveszett, mert van egy kedvenc részem a szekrényben, mindegy, kedvenc és onnan akar... Kedvenc része a szekrényben. És onnan akar... Mi ez? Narnia? Kedvenc része a szekrényben. Beugrok a szekrényben, befutok a kedvenc helyemre, vagy miért? Ezt nem akarom eljönni. Hallod, egy ideg összeomlást kapott, hogy én át akarom kapolni abból a kedvenc szekrény részből a ruhákat egy másik részre. Tudod, mit csinál? A hajvasalóval futkározott, megőrült. A mi hajvasalóval? Az meg aztán. Leízzadva futottam ki, mondtam neki, hogy tudod mi? Pucér, hang közben hallod, és a hajvasalóval így adonázik. Mondom neki, elegem van. Elhagyjuk a házat, nekem nem kell a szekrény, nem kell semmi. Nem mondom tovább. Utána, 5 perc múlva, szívem. Na, jöttem megnyugtatni. Őrzöm a békét, a béke őre jövök, és akkor újra rendet teremtettem. Ő békül mostanában, nagyon sokszor. Én voltam az, aki újra rendet teremtett, lecsillapított a kedélyeket.
Maradt a gondolkodik. Jaj, de. Gyönyörű vagy. Srácok, nagyon sokat nevettünk már, de nem tehetem meg, hogy most ne fordítsuk egy kicsit komolyabbra a dolgokat. Először is szintén hozzátok fordulok, ugye beszéltetek arról, és ez egy nagyon kemény, és szerintem egy nagyon őszinte beszélgetés volt, amikor szóba került az, hogy amikor a szülő igen. asztalon tudtam meg a cikkek szerint, hogy ugye mi történt, hát ez nem így volt egyébként, de ugye az emberek láttam én is, hogy ott azt nagyon kifilézték, hogy a szülő asztalon tudtam meg, hogy a Gábor ez meg az, hát... És az orvos mondta. Ez ilyen hihetetlen dolgok, hogy az emberek tényleg mit össze tudnak variálni. Ez nem itt történt. Igaz, hogy a kórházban voltam, de már nem tudom már pontosan, hogy 2 vagy 3 napja voltam bent a saját szobámban nyilván, nem a szülőasztalon, és igen, volt egy ilyen nehéz része a kapcsolatunkon, amin már szerintem mondhatjuk, hogy eléggé túl vagyunk, nálunk ez egyáltalán nem téma. Ugye ott a műsorban szerettük volna ezt elmondani, hiszen Szlovákiában ez egy köztudott dolog volt, és nem szerettük volna eljátszani és megjátszani magunkat, meg meghazudtolni magunkat, úgyhogy mi ezt nyíltan vállaltuk, és szerettünk volna beszélni, hogy mindenkinek tiszta legyen a dolog. Hát inkább tudják az igazságot tőlünk, igen. akármennyire is hangzik szarul, mint hogy a sok fasságot... Őját lehet mondani? Bocsánat. Nem. Kisipolták, Gabi. Igen. Mint hogy a sok hülyeséget, hazugságot tudják meg a ki tudja honnan, így meg inkább ebből a forrásból meríthették az infót. Igen. Túl lehet ezen lépni? Meg lehet bocsátani ténylegesen, vagy ezek csak ilyen jól hangzó szavak, hogy jó, én ezen már túl vagyok, mert nem én, nehéz. Hanem mi. Mert ugye ezt mind a kettőnk szívta, ezt a dolgot, ő is, és én is, igen, mind a ketten. Nyilván az elején van egy mutogatás, hogy mert te, de aztán ezt mind a kettőnkben tisztázni kellett. És úgy, hogyha én nem húzok egy falat, és nem nyitok én is, nem csak ő, hogy most... Én nem vártam tőle azt, hogy bocsánatot kérjen, hogy jöjjön, hogy bizonyítson, blablabla, mert én ezt nem így láttam. Mind a kettőnknek újra kellett tenni ehhez az úthoz, hogy tudjon úgy működni, ahogy kell. Így van. Hát úgyhogy mind a ketten dolgozunk rajta, hogy ezen most már túl vagyunk, de hogy minél még jobb legyen. Elsimítsuk. És soha többet ilyet. Soha többet ilyet. Csabi, Evelyn, hát ugye nálatok a mély része ugye arról szólt, hogy ugye Csabi családjával... Neked rászóltak a füledre, hogy most ilyen... Nem. Ilyen én maga, nem? A saját fülemre szóltam rá. Nem, erről tényleg mindenképpen kell beszélnünk egy kicsit, és csak annyit szeretnék ebbe belemenni, amennyit is jónak láttok. Engem az érdekelne, hogy a műsor óta történt-e bármi változás a családi viszonyban? Most csak azért mondunk erről bármit is, mert a Gabiék is ilyen aranyosan ennek az utózöngét elmondták. Hú, ez egy nagyon érdekes szituáció. Egyébként megint csak szóba kell hoznom a sajtó felelősségét, és ez a legfontosabb. Ez, amikor az egészről beszéltünk, ez egy körülbelül 20-es hosszú monológ volt, ami lehet, hogy túlságosan bonyolult volt, vagy nem voltak az összefüggések annyira láthatóak benne, de az embereknek sajnos meg az újságcikkeknek nem jók a bonyolult összefüggések, csak az, hogy azért nem szeretik, mert nem dolgozik 8 órában, de ez nem így volt. Elmondtam egy 5000 éves monológot arról, hogy a kommentelőket olvastam mindig apukám, anyukám is, a sok véleményt, a sok hülyeséget, a Redditen, meg mindenféle ilyen helyeken olvasta a sok fasságot, én is kívánom ezt a jó szót egyébként, és ebből alkotott ő egy valamilyen típusú prekoncepciót egyébként, és még rájöttek nyilván a velem történő nem kommunikáció, egy csomó olyan hiba, ami az én hibám voltam úgy. Most az, hogy ebből sikerült egy ilyen sokkal egyszerűbb megoldást kírni, hogy az, hogy nem szeretik, mert nem dolgozik 8 ez egy hülyeség. Apukámat nagyon szeretem, hogy tudom, hogy nagyon nem ilyen rású sikerült egy ilyen nagyon hülyének beállítani egyébként ezáltal, amit nagyon sajnálok is ezen a fórumra, ezt most el is mondom, de itt szó sincs erről, mi is nagyon tiszteljük azokat, akik 8 órában dolgoznak, mi egyébként van, hogy amúgy naponta 20 órában is dolgozunk, hogyha arról van szó, tehát ez nem erről szól. Nagyon fontos ezt, amit az előbb elmondtam, mert tényleg, hogy az ember kontextusával lássa ezt az egészet, akkor érti azt, hogy a hangzatos szalagcímek egyébként nem igen, nyugodtan fejes ki tényleg akkor egy kicsit részletesebben. Tehát ott is nagyon-nagyon pontosan elmondtam, hogy a kommentelőkkel és a különböző fórumokon történő, pont úgy, mint egyébként az újságcikkekben történő egyszerűsítések, sarkítások és ilyen biztosnak beállítások miatt van egyébként a probléma, ami egyébként sajnos egy olyan korosztálynak, mint a szüleim is, akik megszokták azt, hogy ami a képernyőre van kírva, az igaz. Nem véletlen, hogy a reklám is így működött. A reklám
azért volt a Persil a legjobb mosogató, vagy mosószer, nem tudom mi az, mert benne volt a tévében. De egyébként nem mindig az az igaz, ami a tévében van, csak megszokták az emberek, hogy ami ott van a kockában, vagy a dobozban, az igaz. Ezerül a szüleim sem mentesek, de ettől függetlenül nyilván sokkal bonyolultabb ennél egy ilyen problémakör, mint ez. De most akkor milyen a viszony köztetek? Tehát akkor... Azóta egyébként pont ezeknek a remek újságcikkeknek köszönhetően még szarabb különbe kellett ezt így mondani, tehát hogy ez nem hogy javult, hanem még rosszabb lett különben. És valóban az a legegyszerűbb, hogyha erről nem beszélünk többet, bár most már beszéltem egy 3 percben erről, de ezt muszáj volt elmondanom egyébként, meg hogyha nem mondom, akkor meg úgy mert az egész, ahogy van. Tehát ez az egész egy ilyen, ez a Tengó és Kert című film volt, hogy az egészen nagy rakás szar, de tényleg az egyébként, tehát hogy nyilván az egyik újságcikket átveszi a másik, az már kihagy belőle valamit, a harmadik hozzátesz, a negyedik ki, másol egy negyedikből, szóval hogy az igazság ennél sokkal egyszerűbb és sokkal bonyolultabb is amúgy, de azt hiszem, hogy ez most nem egy ilyen lelkizős, kifejtős műsor, hogy elmondjam, de tény is valahogy a 8 óra munkával senkinek nincsen baja, a 8 óra pihenése és 8 óra szórakozása még végképp nem, ez a legkevesebb. Apukáméket egyébként én gyerekkorom óta nagyon tisztem és nagyon szeretem. Reméljük, hogy egyszer majd még lesz rá idő. Egyébként, ha már itt tartunk, akkor ebben az estében, amikor beszéltem erről hosszasan, akkor szerintem olyan szépeket mondtam meg, olyan jókat mondtam meg, az meg elmondtam az egész világomat, az egész véleményemet az egészről, azt meg baszott mindenki megírni egyébként. Tehát, hogy pont a lényeg, ami az egész szólt volna, az el volt ütve az éle egyetlen egy mondattal, ami meg egy tök lényegtelen. Ugye rengeteg minden például, amit most a Csabi is mondott erről az estéről kapcsolatban, hogy nagyon lerövidítve és ilyen lebutítva láttak a nézők, igen, szerintem elég sok mindent. És ilyen például ezeket a témákat is most persze nem lehet belesűríteni mindenki történetét egy másfél órás adásidőben, úgyhogy még a játéka, persze, még mindenne benne legyen. De pont ez miatt, és ez a hátulütője is a dolognak, hogy vannak sajnos aztán ennek olyan negatív következményei, hogy mivel bele kell férniük a műsoridőbe, ezért aztán van, hogy fontos dolgokat butítanak le, és aztán vannak a sajnos negatív következmények. Igen, azért örülök annak, hogy most erről beszélünk egy kicsit, mert tényleg sajnos ez a mai világunknak, meg az internetes világnak tényleg, igen, a sajátja, hogy nagyon sarkítunk. Evelyn, hozzászólsz ez valamit, hogy... Igazából szerintem a Csabi mindent elmondott ezzel kapcsolatban, amit el szerettünk volna mondani. Én megmondom őszintén, hogy ebben a témában nem is akartam volna megszólalni már, mert én fölöslegesnek tartom egyébként, mert bármit mondunk, ha az emberek belevesznek valamit a fejükbe, az a fejükben úgy van, és az úgy marad. Tehát biztos, hogy az emberekben úgy maradtam meg, hogy egy kiabálós, nem tudom, hangos lány vagyok, közben meg amúgy meg van tök normális oldalam is, amiket lehet, hogy nem láttak a nézők a műsort. Nem, szerintem lehetett látni. De azt az oldalat mi ismerjük. Igen. Én is azt gondolom, nagyon sok szívecskét kaptatok egyébként, és köszönöm szépen az őszintességeteket ebben a témában, és nagyon remélem, hogy ez javulni fog ez a helyzet, mert... Azt hiszem, hogy ez egy közös felelősségünk egyébként, és most ez nem egy ilyen, nem a CNN-en vagyunk, hogy felhívjuk a figyelmet egy ilyen világméretű problémára, de azt hiszem, hogy talán mégis. Tehát az, hogy az emberek mindenféle arc nélkül, meg mindenféle identitás, meg igazolás nélkül hazugságokat terjesznek, vagy mondanak egymásról, meg dobároznak az interneten. Ez egyébként a mai kor sajátossága, és most már tényleg a TikTokot is úgy pörgetjük, hogy csak az első impulzust veszük ki belőle, mert nem vagyunk hajlandók, és nem veszük a fáradtságot, hogy mélyre menjünk dolgoknak, de az, ameddig különböző fórumokon, ez a Redditen, a Instán, Facebookon, mindenhol, TikTokon már az meg, ott is már látom azt a sok szart. Tehát, hogy amíg az emberek álprofilokkal tudnak egymásról teljesen nagy magabiztossággal hazugságokat állítani, rásul még valaki még bizonyítókat is gyárt meg, mit tenni, tehát beleteszik a munkát, érted, akkor ez egy nagyon-nagyon szar irány. Ez már betegség valami. Igen, és ez viszont szeretném tényleg felhívni a figyelmet, hogy ne baszogassuk egymást ilyen sokat, szerintem egyébként egyáltalán semmi értelme nincsen, tehát nyugodtan. Persze, hogy nincsen, csak ez nem fog megszűnni sajnos, mert ennek sajnos amilyen szokam, de ennek örülnek sokan, és ez... Teret nem szabad neki adni szerintem, tehát az lehet ennek a megoldása, hogy el kell engedni. Hát én egy kommentet nem írtam egyébként soha életemben. El tudjátok engedni? Tehát látom, hogy most is felrobbantok. Hát, én nem robbantam fel, tehát hogy ha felrobbanok, azt szerintem mindenki. Igen, az biztos, hogy állományunk. Hallani fogjátok! Az biztos, hogy... Az ki fog derülni. Én egyáltalán nem olvasok egyébként kommentet, meg megmondom őszintén, régen benne voltam, hogy a cikkeket elolvassam, és tényleg időt tettem bele reggel a hírkereső.hu
per Vastag Csaba, meg Vastag Négy Domi. Brick.hu per. Igen. Most már de úgy kiadta blikkeseket is, nyugi. De hogy tényleg reggel a kávé mellett, így kezdtem a reggeleimet, és megnéztem azt, hogy mi megy most rólunk, és most, hogy így elkezdődött ez a műsor, fejlődtem, mert egyáltalán nem nézem meg. Ez a legnehezebb. És nem reagálok rá, nem megpróbálom nem is figyelembe venni. Nyilván az Instagramomon meg egy csomó helyen korlátozva vannak a hozzászólások, és ott van, hogy meg tudom nézni, és engedélyezni tudom azokat, akik hozzászólnak, de szerintem ez így jó, az az én saját felületem, én azokat az embereket engedem oda, akiket én szeretnék ott látni, és nem kellene nekem utálni. Köszönöm, hogy követhetlek. Köszönöm. Tényleg megtisztelő. Hozzátenném, hogy akarsz magadnak egy jó szarnapot, akkor reggel a kávé mellé olvass el mindenféle dolgot az interneten. Beírod a Redditre a kukac, Domja Evelyn, és olvasod. Most ne adj neki publicitást, kérlek szépen. De hozzátenném, hogy a múltkor pusztán ilyen pervers kalandvágyból elmentem, és megnéztem a többiekről, hogy miket írnak, és mindenkiről csak a szart olvasom. Tehát, hogy lehet, hogy azt életemben először most hazamegyek, és kommentelni fogok, és megtöröm a jeget, és valaki írok valami jót. Én már úgy megszoktam ezeket a rossz izéket, amiket gyártnak rólam például, hogyha csak magad nevében beszélek, hogy már annyira nem tud érdekelni olyan, hogyha már egy idő után átmegy abba, hogy miha nem is létezne, mert annyira tudom, hogy ilyen velejárója is, hogy úgyse fog eltűnni, sem megszűnni, úgyhogy már egy idő után olyan, mint a levegővétel, hogy tudom, hogy van, tudom, hogy lesz is, és egyáltalán nem tud érdekelni. Talán most legalább akkor annyit elértünk, hogy egy kicsit a ti oldalatokat is hallották ebben, és tényleg nem szabad felvenni senki, a harcot. De hogy ne érdekel? Az a helyzet, hogy szerintem egyébként az is benne van egy picit, hogy most így az embereknek, vagy nem tudom, vagy a nézőknek, vagy egyáltalán a közvéleménynek szerintem a sima, egyszerű igazságok azok túl unalmasak. Tehát az, hogy mondjuk valaki végigdolgozta az egész életét, aztán nagyon sokat edzett, és a végén meg mit tudom én, elért valami eredményt, vagy bármilyen szegmensében az életnek, hogy sokat dolgozott, megtett érte mindent, nem aludt, hajnalokig fenn volt, ment érte, küzdött érte, és a végén elérte, ez egy ilyen 20 éve még talán érdekes dolog lett volna, de ma már túl unalmas. Ma már muszáj, hogy beletegyünk majd csavart, hogy ja, mert ismeri a izét, a Ferit meg alatt, ja, tudom, hát ő, ja, meg azzal volt együtt, meg a Katival, meg tehát hogy ez is, hogy simán valami egyszerűen okokozati összefüggés, az bonyolult. Ha muszáj beletenni valami tök egyszerűt, hogy nekem azért nem mer. Mit tudom én, neki meg az, most kicsit bonyolultan fogalmaztam, de érted? Nekem mindig nem könnyű például. Igen. Neked könnyű. Épp akartam is mondani. Igen. Nekem könnyű, mert én edzek, mert nekem ilyen alakom van, nekem ez könnyű. Ne tyúkizmom van, nincs bicepszem. Bicepszem nincs. Szóval én is mindig ezeket megkapom, igen, de nem tudják azt, hogy jutottunk például el ide, hogy nem volt autónk konkrétan, és hajnal 4 órakor keltem, mert én is mentem buszra. Ezeket tényleg senki nem kérdezi, és nem tudja, ugye? Amúgy egyébként, ezt, ha jól emlékszem... Jó, elgondolkozott. Belement a múltba. Most ehhez tudnák ugyanilyen példát felhozni, hogy nekem is sok alkalommal megyek, hogy jaj, persze, mert neked csak így, meg úgy, meg ez, meg az, meg így, mert neked ezért marha jó. Hát mondom, igen, vannak marha jó belejárói a dolgoknak, de mondjuk feküdtél volna a kórházba mondjuk állkapocstöréssel egy meccs után, de a helyettem, amúgy akkor viseld el a negatív belejáróit is, ha már a pozitívakat ennyire szeretik fölhozni, igen. De abban azért nem nagyon gondolom. Még mennyire bele, fájt, amikor tetoválták a nyakad? Hát, inkább tetoválják a nyakad minden nap, mint hogy még egyszer kórházba feküdjek valamilyen sérülésre. Úgyhogy a negatív oldalát a dolgoknak soha nem is, azt nem is nagyon mutogatjuk, ugye, mert az nem egy jó dolog, de attól függetlenül belegondolhatnának az emberek, hogy minden jónak azért van valami más, minden éremnek két oldala van. Igen, akkor erre kérjük a nézőket, hogy próbáljatok meg egy kicsit. Tök mindegy egyébként, tök mindegy, hogy mire kérjük őket, viszont amit biztos akarták kérdezni, az egyébként egy kicsit idevág különben, hogy éreztük magunkat, hogy második lettünk. Ez most már a mai harmadik interjúnk egyébként, úgyhogy ezt most akkor itt is elmondom, mert ez is egy tök érdekes dolog különben, hogy érdekes módon nálunk valahogy divat az, hogy a kézilabda csapatunk nem tudta megszerezni az első helyet, vagy a vízilabda csapatunk csak a második helyet tudta megszerezni. Tehát most itt vagyunk mi a második és harmadik helyzetek, ami azt is feltételezi, hogy ezek szerint akkor volt, aki még negyedik sem lett, meg valaki még ötödik sem. Igen. Szóval ez egy, mi erre nagyon büszkék. Nem nagyon menők vagytok. Nagyon örülünk annak egyébként tényleg, hogy ide. A Gábor nem, de ti hárman nagyon menők. Tényleg tök örülünk annak, hogy eljutottunk ideig, és leginkább annak, hogy megismertük egymást. De ez is egy ilyen, most mondok egy tök jó példát, most ez megint csak egy olyan, ami múltkor engem érintett, hogy néztem a magyar-litván meccset, és
tele volt az internet azzal, hogy milyen szarok ezek, hogy még ezeket se tudták megverni, mit tudom én. Én meg pont azt láttam az én mozimban, hogy a második fél időben meg kihoztuk 2-2-re, és tökörültem neki, hogy feljöttek, és a végén 2-2 gólt rúgtak. Szóval szerintem minden nézőpont kérdése, nem akarok ilyen túl pozitívkodni, meg most nem fogok emiatt ilyen szektát imitálni. De jó, szerintem jól teszed. Ebbe jöjjön bele, csak hogy kicsit ezek a nézőpontok, mi totál büszkék vagyunk a második helyre egyébként. Lehet örülni annak, hogy a pohár félig tele, vagy lehet azért bűgni, mert hogy a pohár félig üres. Igen. Én tőlem is kérdezték, hogy például hogy élem meg azt, hogy harmadikok lettünk, és a Curtis-ték nyerték. Én tényleg, hogyha bárki állott akár a másik csapatból, tőlük sem sajnáltam volna, és nekik is ugyanúgy gratuláltam volna, mert aki már oda eljut, hogy tényleg a döntőben legyen, vagy megnyerje, jaj, teljesen mindegy, hogy, de megnyerte, és ott van, tehát valamit nagyon jól csinál. Hát amikor ott maradtunk így, az a három párosunk a döntőre, az utolsó napra, akkor én már úgy voltam el, hogy nekem most már mindegy, én már így, pontosan így gondoltam, pontosan ezt, ilyen végjátékot szerettem volna, pontosan ezekkel az emberekkel, úgy, pontosan úgy is történt, én olyan elégedetten tartottam azt a szívet, de azért még tarthattad volna. Azért ott a fején egy kicsit más. A legjobb képet kiválasztottátok, hogy a bal szemem alszik, a bal oldalam alszik. Elaludtatok, ez van. Srácok, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és külön köszönöm az őszintességet, mert szerintem fontos, hogy lássuk az élet másik oldalát. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Kedves nézők, ne felejtsetek el feliratkozni különböző csatornáinkra, YouTube, Instagram, Blik. .hu, azt olvassátok, TikTok, mit felejtettem el? TikTokot felejtettem el, szóval ott is iratkozzatok fel. És persze nézzétek őket is, mert tök jó tartalmakat csinálnak. Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Köszönjük, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.